A 2022-es esztendőben született kisgyermekeket és szüleiket köszöntötte Bábolna város önkormányzata augusztus 24-én az önkormányzati hivatal előtt található életfánál. Ezt megelőzően átadták a 2023. április 1-e és június 30-a között született négy baba szüleinek az önkormányzat ajándékcsomagját, valamint a gyermekek életkezdési támogatásához szóló kérelmeket. Alkalom résztvevőit Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetője köszöntötte, külön kiemelve Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőt, Popovics György megyei közgyűlési elnököt, valamint dr. Horváth Klára bábolnai polgármestert. A következőkben Popovics György elnök úr mondott köszöntőt. Kedves megjelentek, kedves szülők, kedves gyermekek, kedves hivatali dolgozó képviselők, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bábolna legszebb napján és a legszebb ünnepségén. Régóta járok ezekre az ünnepségekre, nem felejtem a gyökparkos rendezvényeket sem, amikor még fa ültetéssel köszöntöttük az újszülötteket és szüleiket, és aztán persze 2015 óta ehhez az életfához jövünk, ami talán hasonlóan, vagy még jobban kifejezi azt az életérzést és azt az örömöt, amit érzünk afelett, hogy ilyen sokan megint össze tudtunk jönni, és ennyi levél föl tudott kerülni erre a fára. A nagyon fontos dolog a bábolnaiság, a bábolnához tartozás. Ide azok a gyerekek kerültek fel, akik a mi gyerekeink, a város szülöttei, korábban a gyökparkban a község szülöttei, és ez nem múlik el. Ezek a levelek ott maradnak, hál' Istennek nem hullanak le. Az én lányaim, fiam mindig is nehezményezték, hogy nem tudtak fölkerülni, mert akkor még fát se kaptak, levelet se kaptak, tehát nem volt meg ez. És ők is, amikor hazajönnek, kétszer körbe mennek a körforgalomba, és biztos, hogy sokszor eljönnének megnézni a nevüket ezen az életfán. Ez tulajdonképpen egy köszöntés, egy megbecsülés a város részéről, és én a vármegyének az üdvözletét hozom minden gyermekre. Évről évre, amikor jövünk, mindig elcsodálkozunk, hogy hú de cukik, hú de aranyosak, jaj de szépek ezek a gyerekek. És a legjobb az, hogy a legjobb azt látni, hogy amikor hoznak egy picit, és a tesó keresi a nevét az életfán, keresik neki a levelet, megmutatják, hogy az az övé. És tulajdonképpen itt kezdődik a gyermeknek a bábolna identitása. És ez nagyon fontos, hogy ez formálódjon, és az az összetartozás, ami jellemzi ezt a települést, minél korábban kialakuljon, mert annál inkább erős lesz a kapocs, és meg fog tudni maradni ez az érzés. Úgyhogy én örömmel jöttem, és szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntlek benneteket. Azt kívánom, hogy ezeket a gyermekeket egészségben, boldogságban tudjátok fölnevelni mindannyiunk és különösen Bábolna dicsőségére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A folytatásban a 2023 második negyedévében született négy baba és szüleik vehették át az önkormányzat ajándékát. Jó napot kívánok, szeretet és tisztelettel köszöntök mindenkit.
előbb elhangzott elnök úrtól, hogy Bábolna önkormányzatának ez a legjobb ünnepsége. És tényleg én is így érzem. A gyerekekre, mindannyiótokra vagyunk a legbüszkébbek. Azok, akik gyereket vállalnak, azok nagyon fontos dolgot tesznek, hisz utódot nevelnek, és Bábolna lakosaiként itt élnek közöttünk. Úgyhogy köszönöm szépen mindannyiótoknak. Nagyon sok olyan arcot látok, aki már a második vagy a harmadik gyerekével érkezik ide az életfa ünnepségre. De most először azokról beszélünk, akik ebben az évben születtek, 2023 második negyedévében születtek. Négy kis gyerkőcöt tudunk üdvözölni Bábolna lakosai között. Az első, aki megszületett 2023. április 14-én, Csapó Barnabás, Greiner Csapó Júlia édesanyja és Csapó Gergely édesapaként. Üdvözöljük őket, köszöntjük őket, várjuk őket ide. Az önkormányzat egy ajándékcsomagot adott át a baba szépülésére, a jelenlegi egyévesek már ezt ismerik, egy virágot, és benne van egy nyomtatvány, amivel az önkormányzat támogatása igényelhető, hogyha a kincstárnál startszámlát nyitnak a szülők a gyermek javára. Következő babánk 2023. május 21-én született, Pécsváradi Mátyás, Pécsváradi Herman Leona édesanyja és Pécsváradi Attila. Őket nem látom itt. Szomszédok, majd átadom nekik. Úgyhogy gratulálunk. Igen, névre szóló a csomag. Majd eljutatjuk hozzájuk esetleg védőnünk segítségével, Erzsike segítségével. Gratulálunk nekik is. Következő babán 2023. május 22-én született Canek Attilani édesanyja és Canek Attila édesapa gyermekeként Canek Lilla Szofi. Ők sincsenek, őket is védőnünk segítségével. Gratulálunk nekik is, jó gyermeknevelést! Következő 2023. május 26-án megszületett Nyári Nikolett édesanyja és Nagy Zoltán édesapa kisgyermeke. Várjuk őket ide. Nagy Zoltán, gratulálunk! Köszönöm szépen a figyelmet, gratulálunk a negy gyerekneveléshez, nagyon sok boldogságot kívánunk. Ezt követően Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő ünnepi gondolatait hallgathatták az egybegyűltek. Két számára fontos gondolattal kezdte beszédét, melyet elsősorban, mint nő és családanya osztott meg a résztvevőkkel. Nem is tudok érzelmek nélkül beszélni, de az a legfontosabb, hogy nem is akarok. És két dolgot gondoltam, hogy most idén a bábolnai csemetéknek és szüleiknek köszöntőül hozok. Az egyik az egy sokszor hallható mondat, minden megszületett gyermek egy őrhely. Ezt hadd mondjam kicsit másképp, és tényleg hadd mondjam érzelemből, mert a gyerek vállalás, a gyerek születés és a gyerek nevelés az a szülők számára egy idő után a hétköznapok rutinja, és mindig elfelejtünk erről úgy beszélni. Felkelünk, etetünk, mosdatunk, fürdetünk, orvoshoz visszük a gyerkőcöt, aggódunk, lázas, éjszakázunk vele, majd aggódunk az óvodába, iskolába, jönnek a betegségek, minden baj jön, és rutinná szelídül a gyereknevelés, és próbálunk egy katonás rendben, fegyelemben valamiféle rendszert tartani az életünkben. És mindig elfelejtjük, hogy milyen hihetetlen nagy ajándék, amikor egy-két-három gyermek van közöttünk, velünk, akit azért kapunk, hogy valami maradjon belőlünk, valamit át tudjunk adni abból, amit mi is kaptunk.
És az, hogy minden gyermek, minden megszületett gyermek őrhely, igen, ennek van egy ilyen biblikus hangzása, és hadd helyezzem most úgy a szívükre azt, hogy a gyermekek, akik megszületnek önöknél, Bábolnán, a családjainkban, valóban őrhelyek, és annak a bizonyítékai, hogy van hit, és van bizalom, és van mi felénk, emberek felé is bizalom a Teremtőtől a jövő fele, ezért meg tudjuk kapni annak az örömét, és megkaphatjuk annak az örömét, hogy gyermek sírás és gyermek nevetés kíséri az életünket. Higgyék el, egy valami fontos az életben, amikor a gyermek megszületik, és a gyermeket a kezeink közé kapjuk. Egy valami lesz fontos akkor, amikor majd az életnek a derekán, meg a vége fele kanyarodik az éveinknek a száma, hogy mennyi időt töltöttünk vele. Az egyetlen dolog, ami megtérül az életben, az a gyermekeinkre fordított idő. Én ezt mondom önkritikusan is, és mondom úgy is, hogy tudom már, hogy hol hibáztam, és ezt már sose tudom kijavítani, viszont azt is látom, hogy az az idő, amit mégis a gyermekeimre tudtam fordítani, amit mégis velük voltam, az megtérül. Olyan helyeken térül meg, ahol az ember nem is számol vele, nem is sejti, nem is vette észre, hogy a gyerek tanul, figyel, hirtelen csak 21 évesen odaáll, és kiveszi a feladatot anya kezéből, vagy kiveszi a feladatot apa kezéből, vagy átveszi a gondnak azt a részét, amit már ő is elbír. A gyerekre fordított idő és a gyerekre fordított energia és szeretet az a beruházás, ami az élet minden napján a legvaskosabban térül meg. Nem látható, csak érezhető, de érezni viszont minden nap érzik. Úgyhogy kívánom önöknek, hogy ezt 20, 21, 25, 30, 35, 40 év múlva tapasztalják meg, hogy milyen jó az, amikor, amikor odajön, és szavak nélkül, direkt tanítás nélkül, iskolában meg nem tanulható és meg nem tanítható módon tudja, hogy mit kell csinálni, mert egyszerűen szeretve volt, mert egyszerűen volt rá időnk akkor, amikor igényelte, akkor, amikor kellett. Úgyhogy az egészség és a boldogság mellett azt kívánom önöknek, hogy legyen mindig elég idejük ezekre az apróságokra. Köszönöm szépen! Felkérem polgármester asszonyt, hogy adja át a 2022-ben Bábolnán született gyermekeknek és szüleiknek a mai ünnepség alkalmából készült emléklapot. Tisztelt jelenlévők, hát nézzük akkor ezeket a csodálatosan szép gyerekeket. Én sorolom a neveket, és akkor várjuk ide a szülőket a gyerekekkel, vagy a gyerekkel. Mert van gyerekek is, tehát jönnek itt ikrek is, nagy büszkeségünkre. Elsőként várjuk Angyal Narendt. Gratulálunk. Nincsenek itt. Jönnek? Nem. Ágoston Vajk, őróluk tudom, hogy nincsenek itt. Balogh Dániel. Igen. Balogh Norina. Balogh Norina. Csidei Gyula. Hűha, többen vannak a gyerekek, akik nincsenek, hogy otthon vannak, és Erdelics Panka. Megérkezett az első gyermekünk. Fűrész Noémi, Gazsó Levente, Horváth Gergő, Horváth Zoé, Kaluha Nara, Kristóf Janka Nina. Gratulálok.
Lőrik Mikes Benedek. Major Kamilla. Nagy Levente. Nagy Olivia. Nagy Zsombor, Pataki Dia és Pataki Zita. Pálfi Kelvin. Sárközi Zoé. Sipos Do... Opa, bocsánat. Sipos Dorina. Szekendi Kata. Szente Varga Benett, Szilágyi Miron, Vadas Lilla Patrícia, Váradi Olivér, és Vörös Dániel. Ha, itt van. Ha, mennyiben is. Akkor mindenkinek jó egészséget, sok boldog percet kívánok még egyszer. Ezen az ünnepségen most már hagyomány, hogy úgy köszöntjük még a babákat, hogy mindenki kap egy héliumos lufit, pontosabban a szüleik, és mikor majd én 3-ig számolok, egyszerre elengedjük őket, és mindenki valami jót kíván az ő kisgyermekének, és a lufik boldogan viszik ennek hírét.